Maja Lönde, Hónővér, 8. fejezet Jó reggelt, köszöntem, és sietve beléptem Hedvigék előszobájába. Még csak kilenc óra volt, de én nem bírtam tovább várni. Azóta, hogy előző nap délután megvettem az ajándékot, csak arra vágytam, hogy újra találkozhassak vele. Hedvig meglepetten nézett rám. Korán jöttél, jegyezte meg, és egészen kipirult az arcod, Futottál? Á, de hogy, felálltam. Illetve, talán egy kicsit. Nem álltam meg, hogy el nem mosolyodjam. Annyira izgatott voltam, hogy szinte zsipogott mindenem. Alig vártam, hogy lássam, ahogy Hedvig kibontja az ajándékot. Sietve levettem a kabátomat, meg a cipőmet, miközben Hedwig kíváncsian figyelt. A házban Néma csend uralkodott. Aztán kinyitottam a hátüzsákomat, és elővettem az ajándékot rózsaszín virágos, kék papírba volt csomagolva. Külön meg kellett kérnem a boltban az eladót, hogy a hagyományos csomagoló papírt vegye elő, mert nem akartam, hogy télapós papír legyen az ajándékon. Elvégre semmi köze nem volt a karácsonyhoz. Ez az enyém? kérdezte Hedvig. Annyira meglepődött, hogy muszáj volt nevetnem. Igen, a tiéd. Hiszen még nincs is karácsony, mondta Hedvig. Ez nem is karácsonyi ajándék, közeltem. Tessék! Szinte oda kellett dugnom az orra alá, hogy felemelje a kezét és elvegye tőlem. Nem mozdult, csak vizsgálgatta a csomagot, forgatta, rázogatta és óvatosan összenyomta. Nem nagy, állapította meg. Nem, helyes álltam. De puha, tette hozzá. Egyesek szerint a puha csomagok unalmasak, de ez szerintem nem igaz. Nincsenek unalmas ajándékcsomagok, éppen ez a jó bennük hogy csupán attól izgalmasak, hogy be vannak csomagolva. Csak akkor látni, hogy unalmasak-e vagy nem, ha már kibontottuk a csomagot. Akkor viszont már nem is csomag, ha érted, mire gondolok. Ezért szerintem teljesen téves azt állítani, hogy a puha csomagok unalmasak. Igen, ismertem el, ebben igazad lehet. És milyen szép a papírja, lelkendezett. Ühüm, mondtam, de kibontod már végre. Persze, már is, de továbbra is csak nézegette az ajándékot, aztán hirtelen rám pillantott. Úgy izgulok, hiszen csak ki kell bontani, de ha kibontom, tudni fogom, mi van benne. Hát, de ez a lényege, és akkor már nem fogok izgulni. Nem, na és hát nem érted. Olyan jó dolog izgulni, olyan, mintha a szívem korcsolyáznak körbe suhanna és piruetteket írna le, amíg el nem szédülök. Csodálatos szédülés nem fog el. Te nem érted, mire gondolok? Öö, de valamennyire. Korcsolyázó szív, piruett, csodálatos. Hát még nagyon sajátosan fejezte ki magát. Nem ismertem hozzá hasonlót. Nem ismertem olyat, aki csak a közelébe ért volna. De most már tényleg ki kell bontanod, mondtam mosolyogva. Jó, igazad van, ismerte el Hedvig. Van határa, hogy a szív hány piruettet bír leírni. Bevittük az ajándékot a piros nappaliba. Hedvig letette az asztalra, és mindketten leültünk a kanapéra. Aztán hozzálátott. Először a szalagmasniát bogózta ki. Nem tudom, te hogyan szoktad csinálni, de amikor én bontok ki egy ajándékot, általában csak letépem róla a szalagot, összegyűröm és kidobom. Vagy ha nagyon szoros, ollóval vágom le, de aztán ugyanúgy kidobom. Hedvig azonban a körmét a csomóba dugva óvatosan meglazította, aztán teljesen el eloldotta, majd a szalagot szépen összetekerte. Ezután fogott hozzá a papírhoz. A ragaszó szalagot lassan kaparta le minden egyes sarokról. Miután már mindent leszedett, még egy darabig mozdulatlanul nézte a becsomagolt ajándékot. Aztán nagy levegőt vett, és lehajtotta róla a papírt. Azt hiszem, nem jött rá azonnal, mi az, mivel összeráncolta a szemöldökét, és oldalra billentette a fejét. Aztán megfogta a piros anyagot, és feltartotta maga elé. Fürdőruha! Kékben és fejketében is volt, de láttam, hogy szereted a pirosat, így ezt kértem. Noel, mondta Hedvig. Fülig ért a szája. Nagyon, nagyon köszönöm. Oda hajolt, és hatalmas ölelést kaptam tőle. Én is visszaöleltem, és éreztem, hogy az én szívem is korcsolyázik egy kicsit, mivel nem emlékeztem rá, hogy valaki, bárki ennyire örült volna a tőlem kapott ajándéknak. Tényleg érdemes volt erre költeni majdnem az összes porolt pénzemet. Az ölelés után Hedwig csak ült és nézegette a fürdőruhát. Nos, készen állsz? kérdeztem. Készen? Mire? kérdezett vissza Hedwig. Hát, hogy megtanulj úszni. Micsoda? Arra gondoltam, megtaníthatnálak úszni. Ezért vettem a fürdőruhát. Most? Ma? Miért ne? Nyitva van az úszoda. Hedwig nevetett. Jó, miért is ne? Miközben csomagolt, kimentem a kertbe. Én eleve hoztam magammal törölközött fürdőnadrágot, meg sampont a hátizsákomban, és készen álltam. Alig két napja úsztam utoljára, pénteken, az iskola után. De az azóta eltelt idő sokkal hosszabbnak tűnt, mintha legalább egy héttel később lett volna. Különös. Talán azért, mert időközben megismerkedtem Hedviggel. Csak két napja. Mégis úgy éreztem, mintha régi barátok volnánk. Oda léptem a húemberhez, amit együtt építettünk. Levettem a kesztyümet, és kezemet a hónővérünkre helyeztem. Előző nap óta lehűlt a levegő, és a hónővér kemény lett, mint a kő. Ha megmarad a fagy, még sokáig ilyen szép marad. Lesepergettem róla az éjszaka lehullott havat. Ebben a pillanatban meghallottam a kertkapujának hangját. Nagyot csikordult és kinyílt. Valaki belépett rajta. A hóember mögül előre néztem, és azonnal felismertem az érkezőt. Ő volt az. A különös öreg fickó. Néhány lépéssel beljebb jött a kertbe, hangtalanul lépkedett a laza hideg friss hóban. Ma is tétován haladt. Mintha nem tudná eldönteni, hogy tovább menjene, vagy megforduljon. Aztán az egyik kezét a zsebébe dugta, és kotorászni kezdett benne. Megcsördült valami, egy nagy kulcsomót húzott elő, kiválasztott egy kulcsot, egy jó nagy rozsdás régi darabot, és magáé tartotta. A kulcs a kezében tett még néhány lépést, aztán megállt. Felemelte a fejét, és lassan körülnézett. Gyorsan legugaltam a hónővér mögé. Néma csöndben ültem a hóban. Egészen biztos, hogy a férfi nem láthatott, de egyszer csak rádöbbentem, hogy a látszik a hidegben. Nagy fehér felhő kivált fölöttem a levegőben. Mi lesz, ha a férfi is észreveszi? A szám elé kaptam a kezemet, és egyszerűen visszavojtottam a lélegzetemet. Ha az ember sokat úszik, sokáig vissza tudja tartani a lélegzetét, mivel mindig szükség van rá, valahányszor csak lebukik a víz alá. Tudtam, hogy úgy hatvan másodpercig bírom, ezért elkezdtem számolni. Egy, kettő, három, négy, öt. Gondoltam, hogy ha mozdulatlanul ülök és nem veszek levegőt, a férfi majd csak távozik, ha csak nem akar bemenni a házba. De miért menne be? Mi dolga lenne ott? És hogy, -hogy van nála a kulcs? Hat, hét, nyolc kilenc, tíz. És mi lesz, ha Hedvig éppen akkor jön ki, amikor ő be akar menni? Lehet, hogy figyelmeztetnem kellene. Szólnom kellene neki, hogy van itt egy férfi, akit nem ismersz, és a jelek szerint valami különös okból kulcsa is van a házatokhoz. 11, 12, 13, 14, 15. Egyébként pedig hová tűnt Hedvig? És mi lett a férfival? Rémisztő volt, hogy nem hallom a lépteit, hiszen észrevétlenül járkálhatott bármerre. Lehet, hogy a hónővér mellett áll, és éppen lefelé néz én rám. Bár az is lehet, hogy már elment. De hol maradt Hedvig?